Tudorok polgármester Recsége Tamás a vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok. Néhány perccel ezelőtt említettük, hogy tulajdonképpen mindez, ami az önök településén történik, nem tudom, ez saját ötlet volt, mert ezt el fogja mondani, ez egy ilyen rendhagyó családvédelmi akciótervnek is tekinthető, mert hogy ugye a település azt találta ki, hogy magára hagyott házakat próbál odaadni rászorulóknak, akik korábban is ugye próbáltak albérletben vagy szociális bérlakásokban élni és lakni. Hogyan működik a modell, mert ugye ez körülbelül 3 éve van önöknél jelen? Ez már a harmadik esztendő. Harmadik esztendő. Erről gondoskodunk. A kezdetekről talán néhány szót, hogy ugye minimális az önkormányzatnak a szociális bérlakás állománya, 20-25 lakásról van szó, és amikor egy megüresedett, akkor 10-15-en jelentkeznek egy megüresedő lakásra. És ugye ezt látva próbáltunk gondolkodni, és rásegített egy másik probléma, hogy akik albérletben laktak, számukra, vagy ők pedig kiszolgáltatottak voltak a tulajdonosok vagy a főbérlőkkel szemben. Ugye ez a nem biztos, hogy minden esetben köttetett szerződés, a közművek nem biztos, hogy mindegyik át lett írva a bérlő nevére, tehát egy csomó olyan problémát eredményezett, amivel kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, és gondolkodtunk, hogy hogy tudnánk segíteni ezeknek a családoknak, hogy tudnánk egy normális kerékvágásból tenni őket, és hát ugye hallottuk, hogy ez nem csak nálunk volt probléma, hanem ez egy országos probléma volt. És ugye hát, mint mindennek az egyik alfája és omegája a pénz, hogy van erre megfelelő összegű fedezete az önkormányzatnak, és pont abban az időszakban értékesítettünk egy területet naperőműparknak, ez azóta már meg is épült, és ebből a közel 70 millió forintból képeztük meg azt a tartalékot, hogy évente minimum 10 millió forintot lakások vásárlására fordítunk. Ugye a településen durván van 3300 lakóingatlan, ennek sajnos több mint 10%-a üresen áll, elhagyott, ugye meghaltak az örökösök, nem biztos, hogy otthon vannak már, és ezeket a lakásokat aránylag, persze a tulajdonosok szemszögéből nem olyan jó hír, hogy aránylag olcsón, de meg lehet vásárolni, éppen holnap után csütörtökön lesz testületülésünk, ahol az idei meghirdetésről döntünk, mert ez úgy működik, hogy mi meghirdetjük, hogy vásárolni szeretnénk lakásokat. Erre érkezik felajánlás. Egy nagyon komoly procedúrán keresztül mennek ezek az ingatlanok, statikailag megnézzük az állapota a lakásnak, a fűtése, a fürdőszoba. Tehát, hogy nagyjából azért egy egyben lévő lakás, nem romot kívánunk megvásárolni, és amikor ez megvásárlásra eldönti a testület, hogy melyik lakást vásároljuk meg, akkor ugye ezeket a lakásokat egy picit megcsinosítjuk, elsősorban belújítják egy picit, gondolom. Hát inkább azt mondanám, hogy csinosítjuk, tehát túlzásokban essünk, és ez is elsősorban a belső felújítása, két főelemnek tető megigazítására tud szorítkozni. Na, akkor most nézzük a statisztikákat, polgármester úr. Jelenleg körülbelül hányan várnak ott önöknél arra, hogy egy ilyen típusú lakáshoz, vagy házhoz, nem tudom, kisebb méretű házhoz hozzájussanak? Hát ezt egészen pontosan majd a nyár közepén fogom tudni megmondani, amikor meghirdetjük ezeket a lakásokat, mert ugye... Körülbelül. De hát ez általában 8-10 család. 8-10 emberről van szó. Hány ilyen típusú ingatlan most, van most szabadon az önök tulajdonában? Most még egy sincs, most fogjuk megvásárolni. Most fogják megvásárolni. Ebből a 10 millió forintból? Durván 10 millió forint, igen. Hálás pontja szerint ebből hány ingatlan tudnak venni? 2-3 lakást is tudunk vásárolni. Tehát akik szerencsések, az körülbelül 2-3 ilyen család lesz. Évente. Mi a döntő szempont ezért az önkormányzat részéről? Mert nyilván itt nagyon sok érzelmi kérdés is felmerül, ugye, hogy kinek adják oda, vagy kikaphassák meg, de milyen feltételekkel lehet ezt adni családoknak? Leginkább a legfontosabb üzenet ennek a programnak, hogy partnerséget ajánlunk ezeknek a családoknak, és aki ebbe a partnerségbe tud bekapcsolódni, azok tudnak partnerei lenni az önkormányzatnak. Ez ugye azt jelenti, hogy nem ingyen kapnak lakást. Tehát ez egy nagyon fontos momentum és döntés volt, és sarkalatos pontja volt a programnak, hogy nem osztogatni kívánunk azt a pénzt, amit az önkormányzat vagyona. Tehát nem arra van szó, hogy odaadnak nekik egy kulcsot, tessék bemenni, és akkor érezzék jól magukat, hanem valamilyen feltételt kell vállalniuk. Így van, többek között az, hogy ez a lakás, amit megkapnak, már az első pillanattól kezdve úgy működik, mintha sajátjuk lenne. Ugye ebben a partnerségi megállapodásban az szerepel, hogy 10 000 forint lakhatási díjat fizetnek, és 20 000 forint lakástakarék
megtakarítást kértünk tőlük. Ez nagyjából az az összeg, amiért ma Hajdúdorogon lehet albérletet szerezni. Havonta, tehát 30 ezer forintot így kell félreratniuk idézőjelesen. De ez a 30 ezer forint, ez nem ki van dobva az ablakon, hanem ez a 30 ezer forintból a 10 ezer forint az 5 éven keresztül, vagy 6 éven keresztül, attól függ, hogy milyen terminusról beszélünk. Ez a 10 ezer forint, ez már beszámít majd a vételárba, és a lakástakarék által megtakarított összeg együtt, egy minimális forint alapú hitellel, ami fixen van megállapítva, 5-6 éven belül ezek a családok otthonhoz jutnak, saját otthonhoz. Tehát akik 5 éven keresztül, vagy 6 éven keresztül vállalják ennek a konstrukciónak a kivitelezését, és ott laknak ezekben az ingatlanokban, egy pici hitel felvételével tulajdonossá válnak. Így van. Majd 5-6 év múlva. Ez elméletileg ez egy jó működő modellnek tekinthető volt. Bárki, akár mondjuk település polgármester, aki felhívta volna önt, hogy hoppá, milyen kedvező konstrukció ez, hogy ők is ezt használnák. Talán itt el lehet mondani, heti naplóban leforgatott riport után többen is megkerestek, és abban állapodtunk meg, hogy május 1-e, várjuk meg már most a húsvét, május 1, és május 1 után tartunk egy ilyen úgynevezett nyílt napot, ahova az érdeklődő önkormányzatok, akik már eddig is jeleztek, őket elhívjuk, bemutatjuk magát a modellt, és hogyha van kedvük, akkor egy-két családhoz is el tudunk látogatni, hogy lássák, hogy a valóságban is hogy tud ez működni. Ugye, amit a sajtóban lehetett olvasni, ilyenkor persze az ember, az újságíró mindig próbálja egy adott család életén keresztül megmutatni a modell jó oldalát, vagy jó részeit is. Egy hölgyet ismertünk meg, aki 8 gyereke van, így van, köszönöm szépen. Amúgy feltételezem, ugye, hogy itt alapvetően olyan családokon szeretnének segíteni, ahol több gyermek van. Ez nem alapfeltétel a történetnek, mert volt, aki tavaly decemberben egy kilakoltatás után sikerült visszavásárolnunk a pénzintézettől a lakást, és ő az édesanyjával együtt volt, sajnos azóta a mama meghalt, de ő már vissza tudott költözni a saját lakását. Egy dolgot még áruljon el, polgármester, nagyon sokszor vannak jó ötletek, amelyek éppen amiatt halnak el, ez persze sok laikus választópolgár nem érti, hogy a politikai különbözőség miatt csak direkt DAFKE, nem tudom, hogy az ember nem szavazza meg, mármint hogy a jó ötletet. Önöknél a képviselőtestület egységes volt egyébként a tekintetben? Abban az időszakban, amikor ezt a programot indítottuk, akkor a képviselőtestületben én kisebbségben voltam, az elmúlt 12 évben majdnem végig, az utóbbi fél évben nem, és amikor elkezdtük, akkor nem testületülést hívtam össze, hanem egy informális megbeszélést, ahol elhívtam mindenkit, és megbeszéltük, hogy ha akarunk segíteni ezeknek a családoknak, van rá fedezetünk, és nem felélni akartuk a pénzt, amit kaptunk az ingatlan, ez közel 70 millió forint, azért nálunk az nem kevés összeg. Igen, igen. És mi ezt a pénzt ingatlanba, a vagyonrendeletünknek megfelelően kívántuk forgatni. És így mindenki megértette, hogy ez egy közös cél az ott élő, a Hajdúdorogon élő embereket érinti, és talán egy picit hozzájárul ahhoz is, hogy a település megtartó ereje is egy picit tudjon növekedni. Hát gratulálunk a kezdeményezéshez, és természetesen minden pozitív fordulatról majd mi is beszámolunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, polgármester. Köszönöm szépen.